történik, hogy körülbelül még 15-20 percre ideérnek. El lehetne kezdeni azért a pénzügyi ülésnél pedig úgy, hogy picit átszerveznék a napi rendi pontokat, mert van benne olyan, ami helyben az Ita is akkor tudná tenni, hogyha elnök asszony egyet ért ezzel. Megállapítom, hogy egy tanunk hiányzik csak, tehát feladat képesek vagyunk, a napi rend ismer, a késések miatt javaslom, hogy a polgármester úr ajánlata szerint módosítsunk a sorrendben, és akkor szerintem kezdjünk a Dalombérával, jó? És utána a Propócs megy erre, jó? Jó az út? És egy érzőkönyvítási Tehát minden évben a Dombia TV-vel kapcsolatban van egy szerződésünk, amely gyakorlatilag a település eseményeit, megjelenik, azok kulturális vagy éppenséggel nagy közérdeklődést kiváltó rendezvényei ott van, és archiválja a település, mondjuk azt, hogy rögzítés archiválja a település kulturális és egyéb megnyilvánulásait. Minden évben ugye küldöm a hozzájárulást, hogy milyen mértékben és értékben szeretnénk, hogy támogassuk a tévének a működését. Az előző testületi üléseken nem tagadott módon mindig voltak kisebb vagy viták ennek a szükségességéről, a pénznek a nagyságáról. Én azt gondolom, hogy még talán most még ez egy szükséges dolog lehet a település életében, hogy talán egyszer jutunk oda, hogy egy kis belső önálló tévéhálózata legyen a Szigetnek, ahhoz is volt már szó annak idején. Én igazán nyugodtan azt tudom javasolni, hogy a bizottság az előterjesztést úgy gondolják, hogy fogadja el. Egy kiegészítésem lehet esetleg, hogy lehetne módosítani a szerződésben csak annyit, mert mi is azt gondoljuk, hogy kell valamilyenféle lehetőség, hogy ugye a jogdíjakat magánál tartja a Danubia, és csak annyiban kéne módosítani a szerződést, hogy az önkormányzat szabadon használhassa bármilyen felületén a keletkezett anyagokat. Ez tavaly is azt hiszem már szó volt. Igen, igen. És még nem volt jogszabály hivatkozással mondták azt, hogy ők ebből nem tudnak engedni. Annyi van, hogy a rendelkezésünkre bocsátják ugye az anyagot. Ezt archiválban megkapjuk, és ez a könyvtárban megtalálható, de valamilyen jogszabályi hivatkozással nem fogadjuk el ebben a formában, kérjünk már erre valamit, nem már ne használhassuk bármikor, bárhol a saját. Ja, azt lehet, hogy mondom. Bocsánat, de szerintem annyiban lehet vágni ezt a csomót, hogy ők azért általában ezeket a műsorokat, meg a posztokat mindig így egyesével minden településről megosztják YouTube-on, és onnantól kezdve azt, hogy ezt már fönt van, ami már YouTube-on fönt van, azt szerintem már változtató, bárhol használható. Hát a szerződésben az van? Hát a szerződésben az van, hogy elkezdődik a szerződés. Jó, de hát semmiből nem áll a szerződésbe pontosan leírni, a csatornán megosztják, és onnantól kezdve szabadon vetíthető. Tehát körülbelül ennyit kéne valahogy módosítani rajta egyébként. Rendben van. Az összeg is, a mennyiség is. Tehát egy kérdést akkor megtehet, amennyiben ez megoldásra kerül, akkor
akkor így el tudja fogadni támogatva a pénzügybizottság. Igen. Természetesen azt, ha nem sikerül, akkor újra kell tanulni. Van benne egy olyan szél. Igen, mondja. Van benne egy olyan szél, hogy harmadik személynek nem adhatját, oké, hogy nem adhatja el, de hát ha ő kirakja, erről ezért mondta az olyan, hogy gyakorlatilag az átadását az ilyen szempontból egészen másképpen. Persze. Nem a, hogy mondjam most a központ. Nem, mert nem jó tekercsekben gondolkodunk, hanem a világos. Én arra gondolom, hogy csináljunk el egy fesztivált, aminek van egy szervezője, nem pedig mi vagyunk magunk, akik mindent csinálunk, akkor odaadhassuk már a X Kft-nek, hogy használja fel ezeket a képeket ahhoz a próbó anyaghoz, vagy felvételeket, amit mondjuk rólunk csinál. Tehát körülbelül lehet. Tehát hiszem, hogy nyilvánosságban van hozva, hogy ez forrás megjelölés alapvetően szerzői jövétel, és szerint aki felhasználhatja a alapvetően. De akkor ez kerüljön ide bele. Valamilyen módon. Jó, hát jelenni fogjuk akkor a csillagot. Köszönjük szépen. Ja, igen, akkor akkor a Ropócs megyer Kft. Először szavazni. Kifogadja el, hogy ezzel a módosítással támogatja a pénzügyi bizottság. Egy hangon megjelentek egy hangos szavazatban. És akkor most akkor a hatos napi rendi pont. Tartsanak ezen, jó? A négy van a proporcionális Kft. 2019 évi tevékenységéről, és akik által az utána támadnánk első sorban szót. Hát amit ilyen kiküldtünk, amit összeszedtem ahol, az a 19-ben elvégzett munkákat mutatta be. Pénzügyi beszámolót még azért nem csináltam, mert ugye akkor, amikor készült a beszámoló, még csak az október, a szeptember 35-ig tökönyben volt, mert azóta mondjuk nem az október 30-ig. Úgy gondoltam, hogy ezt inkább januárban, amikor az egész éves nagy lesz, és egy átfogó képet lehet a pénzügyi kép, és készíteni kell ugye a következő koncepciót, plusz a következő költségvetés, akkor egy teljes életbemutató pénzügyi beszámolót készíteni, úgyhogy most tulajdonképpen csak egy szöveges leírás készült. Nem tudom, hogy esetleg ezzel kapcsolatban még kérdések, vagy mi az, amit kiadtam, vagy... Nézzem. Ez lett volna egyébként az egyik kérdésem, hogy miért készül ilyen korán beszámoló. Benne volt most a terve, szóval amikor úgy is kellene, tehát ez lett volna az egyik kérdés. Esetleg, amit jól érjünk a terve, a testületükbe, amikor így látok, akkor jelent máskor, lehetne valóban, hogy együtt készülünk. Tud is kell csinálni a egyető évzárásból. Tudom, hogy elvileg a beszámoló a téma, de az alapító kiratot megnézve én szeretném megkérdezni, hogy a nyereség felosztása 9-es pont, 9.2, miért az ügyvezető jogosult osztalék előleg fizetésre határozni, miért nem a tulajdonos? Egy példaeresésem volt egyébként. Ez még volt a miatt? 9.2. Mert hogy nem nagyon találkoztam ilyen típusú gazdasági társaságoknál. Nem tudom, ezt lehet módosítani, mi is most módosítjuk az alapítókiratot, úgyhogy ha ez úgy volt olyan testület, akkor ezt persze lehet módosítani, és oda jönni a képviselő testületet. Tudom, eddig ilyen nem volt, nem tudom, hogy ezt mondani. De ez, 2000, ez már egy módosított, már 2018-ban csak ugye módosítani, kivették egy csomó kell, belőle, ami fölösleges volt. De most úgyis módosításra kerülünk, hogy akkor ezt a pontot módosítani, ha valójában nyugodt. Bizottság támogatja a bizottság, hogy a tulajdonos döntsön a szavazón. Egy hangú ajánlom.
Amit még szeretnék megkérdezni, hogy szintén még az alapító kiratta, hogy miért határozatlan idejű az ügyvezető megbízás. Ez sem szokványos, általában 5 évre szokták. Elmondom a megbízási szerződésben, nekem is 5 évre választottam. 2021-ig, igen, ezt én is csak a, nincs összhangban az alapító kiratta. Ez is 11-1. És ott azt csak kérdezem, hogy miért megbízási jogviszony, és miért nem munka? Mert az önkormányzatnál vagyok, munkaviszonyban. Jó, hogy munkaviszony. Igen, hát én voltam munkai, úgy kezdtem, hogy itt voltam, itt is vagyok, és akkor csak egy megbízási jogviszony. Jó, akkor rendben ez a részre. Azt tudom. Hogy a miért változtatunk könyvvizsgálót? Lejártam. Jó, és mik voltak a kiválasztás szempontjai? Hát igazából ugye a tavaly az idényen már tovább váltottunk könyvelőt, mert a végig könyvelő nem vállalta tovább, egy személyes könyvelő volt, és most egy cégbe váltotta már januártól. És tulajdonképpen én hallgattam rájuk, tehát több alternatívát, de volt, ami nagyon drága volt, tehát nem nézze. Akkor a könyvelő ajánlotta, és a és én a legolcsóbbat választottam, igen. Azt meg így általában kérdezem, hogy milyen csak képviselő lehet felügyelőbizottsági tag. Miért nem? Meg az alapítója a KFT-nek az önkormányzatból. Oké, azt tudom, de hát feltétek máshonnan is esetleg szakértő. Hát egyfelől szerintem túlterheljük a képviselőket, másfelől meg lehetne olyan felügyelőbizottsági tag, aki mondjuk valamilyen szempontból támogatott. Azért nem tud működni, mert van nézve az önkormányzat költségvetéséből támogatott módon működött eddig az a KFT, ugye gyakorlatilag most kezd már olyan állapotban kerül, hogy mondjuk azt, hogy nyereségessé kezd válni, és ez alatt ugye még annak a jogász is mondta, hogy az egy egészséges dolog, hogy a mindenkori testületi tagokból választott felügyelőbizottsági tag legyen, mert ugye gyakorlatilag duplán kontrollált ilyen módon a pénzfelhasználás. Azért nem lehet, hogy kizárólag, hogy külsős ember benne legyen, csak akkor gyakorlatilag egy 100%-os önkormányzatú tulajdonú cégnél az egy kicsit érdekes faktor ilyen szinten. Szerintem nem, mert... Én ezt mondom, amit akkor... Te, akkor... Jó. Nézem ezeket a szöveges beszámolókat, hogy oké, hogy például a promóciós marketing tájékoztató anyagok is ezt kifinanszírozza a KFT, igen. Tehát a KFT költségvetéséből megy. És mi a tervek arra, mert azért most már elég régóta van ez a KFT, mondjuk, hanem is, tehát hogy nem egy hosszú életű, de azért már van, hogy hogy tervezi akár a testület jelenlegi tagja, vagy a KFT, hogy meddig szorulna még önkormányzati támogatásra. Mikortól tervezi, és milyen megoldásokkal a nyereségessé válás? Ahogy megnézzük, most elhoztam ugye a október végi a bevételeket, vagy csak a bérleti díjakat nézzük, akkor most például pillanat megkeresni. Elég szépen alakulnak, mert hál' Istennek. 9-11, igen. Tehát az egyenlege 9.761.000 forint a bevételeknek a 9.11-es főkönyvnek, a bérleti díjak címen. Tehát ez már azért elég szép. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy mi lesz, hogy visszaadott későbbiekben jövőre járne, hogy ilyen legyen-e a megtartás időt. Ugye, hogy a testület után, hogy marad
rendezvény központ inkubátorház, támaszkodhatunk tovább a vagy még jobban a vállalkozókra, vagy pedig esetleg ugye, ami már régóta terv volt, hogy iskola lesz, akkor nincs értelme már most a vállalkozókat, hogy fog is tudjuk, hogy az a terv, hogy is. Nem azért annyit kéne, hogy a... Az indikáció, persze. Nyilván arra törekszünk, tehát ez nagy kérdés, hogy mi lesz a jövőben, mi lesz a sorsa az épületnek. Tudunk-e tervezni hosszú távon, vagy esetleg? Ha kiesik az inkubátorház, akkor mennyire lesz létjogosultsága a KFT-nek? A KFT-nek nem azért van létjogosultsága, hanem az áfa miatt. Ugye mi azért jöttünk, hogy ezért is ugye a legnagyobb beruházás, amiből az legnagyobb áfát tudtuk, az a közvilágítás volt. Tehát abból az áfából, amit tavaly a közvilágításra visszakaptunk, abból a mai napig élünk. Tehát ott nagyon sok pénz, az önkormányzat nem tudta volna, tehát így beragad ugye az a pénz. Tehát valamikor a KFT ezért jött annak idején létre, hogy a beruházásokat folytatásul és az áfa részét csak az áfa belételből nem lesz nyereséges a KFT. Nyilván, persze, eddig működött, hát jövőszerűen, tehát addig működik, amíg a testület úgy látja, hogy érdemes működni. Ez a beszámoló, ez valamilyen formában kiegészítésre fog kerülni, amikor meg lesz a év végén a pénzügyi beszámoló? Vagy pedig egy pénzügyi. Hát azt lehet, igen, azt is lehet, hogy pénzeket rendelek mellé, tehát amikor megvannak az év végi fönkönyvi kartonak, mert a pályázatoknál nagyon szépen benne van az, hogy mi történik, de hogy a többi tevékenységnél nem nagyon látjuk. És aztán nem fontos lenne. Persze, hozzá tudjuk tenni. Tehát amit írtam is, ugye, hogy összesen, amit a tavalyi évben ezt a 18 millió forint keretet biztosította a testület, és ahol, hál' Istennek már nem kellett lekérni az egészet, tehát nem is kell már igényi, úgy gondolom, tehát ami rendelkezésre áll, az idei költségekre már elég lesz. Tehát itt már hál' Istennek sikert követhetünk el, azért mindenképpen miért megjelentünk a keretet. Ugye ez a életügyeknek köszönhetünk, hogy ez is már elég szépen alakulnak. Valamit, amit mondtam, ugye az áfa az nagyon-nagyon sokat segített rajtunk. Egyébként vagyok kíváncsi, hogy a civilek háza önmagában milyen eredményeket ott. Tehát, hogy ilyenekre gondoltam. Mit tudom én, a kisbíró, az mekkora költséget jelent, nem tudom, stb. Persze. Ugye mégis fontos dolog volt, hogy az idei évben áfa, tehát ugye áfakörösek is lettünk. Kivába mentünk át. Áfa az elétől. Igen, elétől, de gyakorlatilag már a bérleti díjak is most már áfával terhetem mennek ki. Tehát most, ha megnézzük a inkubátorháznak, az utas segítségtől emlékszem 520 áfa volt ki, hogy a tégfele. Így van. Tehát ezek azért az egyik oldalon mindig hoznak egy kis plusz, tehát aki a vállalkozó gondolkodást belerakja, akkor tudja azt, hogy amit az Ita is mondott, hogy ott az áfa mindjárt az egy plusz pénzként is, illetve a visszaigényeseknél is jól tudja, mert ezzel lehet valamilyen módon gazdálkodni, és ez hozott is ilyen módon a településre. Valamint ugye, ami még fontos, hogy Robocs Megyer végezte a beruházásoknak a projektmenedzsmenti feladatait, aminek ugye az az előnye, hogy azt az összeget nem külsős feladkozónak adtuk ki, hanem bent a feladatében, tehát a három beruházásnál is majdnem 8-9 millió forint volt. Tehát 3,5 millió forint között szokott lenni ilyen projektnek a projektmenedzsmenti díja, és ugye azt is leszámlázzuk a Én
Van alkalmazottja a cégnek, igen? Tehát ők is ilyen megosztott viszonyban vannak, vagy ők teljes munkaidőben dolgoznak? Rajtam kívül hárman, igen? Van két korábban, aki teljes munkaviszonyban, akadik a pedig nyugdíjas 5 órán vagy délután. Tehát ők nem megbízási van, fel a felében nem teljes munkaviszonyban. Még valaki? Akkor kérdezem, hogy a 6-os pont alapján, az elhangzottak alapján a pénzügyi bizottság elfogadja a beszámolót. Igen, egy hangig. Következő az alapító irat módosítása, ott akkor azt mondom. Jó. Tehát az két kokorvány szükségesség. Ugye az egyik a Kazakasztáni Fegyelő Bizottságnak az, hogy érsebb és helyette kell választani a testületnek a jó tagot. Biztos beszél Gáborral, hogy esetleg elvállalná-e, aki pozitív választ adott, úgyhogy ezért is írtuk bele, hogy akkor Kazakasztáni Javaslatot. És akkor csak annyit fűznék hozzá, hogy akkor esetleg a kérdőjelentés is jelent. Jó. Oké, köszönöm. Jó. És akkor a másik, amiért szükségessé vált, ugye népszerűen említi az alapító irat a könyvvizsgálót, és mivel lejárt az előzőnek a mandátum, azért szükséges egy könyvvizsgáló, aki kiküldtem az adatait. Igen. Jó, és akkor ezt ott mondta, hogy a könyvelővel egyeztek le, és a legolcsóbb. Kérdezem, hogy ez elfogadja, vagy támogatja a bizottság. Akkor ez a pont is megvan, akkor visszatérünk a visszatérhetünk az előtt. Igen, jó, aztánom, hogy az egyes napirányi pont. Ja. Nem, azt tűnik, melyik vagy? Adunk beszámoló, igen, bocsánat. Jó, akkor az egyessel kezdhetjük? Nem, vagy a négyessel? Nem, azokra szóló elmezetet elfogadja. Jó, oké, akkor a négyessel folytassuk? Négyes, te is adózás, egy beszámoló a négyessel. Oké. Csak azért nem. Hát gyerünk, mert sok. Elég. Van, amikor csak fél egy gyerek. Jó, gyakorlatilag itt is egy anyag. Persze, kezdjük. Itt is kezdődött a kiküldések előtt egy anyag. Elég sok információt tud tartalmazni, de legfőképpen átadnám most a Timinek a szót, hogy mondja el, hogy milyen nehézségekkel, gondokkal, vagy milyen plusz dolgokat hozott a munkátok. Milyen nehézségek? Hát hordoz magában. Hát alapvetően eleve nem egyszerű, ugye az adósokat sosem szeretik. Főleg, ha végrehajtunk, akkor még egy általában. Alapvetően a nehézség talán az, hogy egyre több az elvárás a nyilvántartásban, illetve a program sem túl felhasználó barát. Amit lehet mondjuk a maximumot, azt kihozzuk belőle. Van egy kérdés, mert van egy kérdés, mert van egy
Én az is akartam, bocsánat, csak egy fél mondat elég, tehát hogy az kiküldött anyag azért elég sok mindent összefoglal, és abból könnyebb kérdezni. Ja, persze. Igen. Úgyhogy parancsoljunk. Az iparműködési adónál van ez a túlfizetés miatt visszaadás, ez majdnem 3.500.000, meg még ott van egy 1 milliós várható. Ezek mi csodák? Tehát vannak cégek, akik be voltak jelentve, és már nincsenek, és... Hajnak van, hogy B3-t akarik. Jó, oké, okay. Ezt gondoltak, ez a cég legyen. Ők ugye tavaly eléggé lecsökkentették a nyitvatartást, az itteni működést, tehát a személyi ráfordításokat. Na most az idei fordítás adóbevallásukban már visszaigényelhető volt, közel 2 millió. Most beadták az áruadást, és most úgy közel 900 000 forint. Tehát ez az 1 millió plusz, és akkor az a másik 3 millió 3 az nagy részt ebből adódik. Segítettem, csak nem volt a vele biztos. Igen, közel 2 millió a vélelőterítés. De az előző évi árbevétel alapján kell a következő évi adó előlevételből fizetni, és az magasabb volt, akkor a magasabb összeg után fizeti be az adókötelezettségét, és azután, miután beadja az éves adóbevallást, utána derül ki, hogy visszaigényelve. Én kérdeztem, hogy van egy nagyon jó megállapítás, vagy egy ilyen nagyon korrekt megállapítás többek között, de hogy a kommunális adót sajnos azt fizetik legrosszabb módon, és igazából itt csak arra szeretném, tehát hogy sokan nem rendelkeznek letiltható jövedelemmel, van számlával, munkahelyen, és igazából itt most nem is, csak nem tudom hol szóba hozni, hogy valahogy itt kéne egy kicsit komplexen nézni az adózás és a szociális juttatások részt. Azért mondom, hogy ez nem, csak nem tudom máshol ezt így szóba hozni, hogy valahogy itt meg lehetne találni ebben a szekcióban szerintem a hátrányos helyzetűeket. Nem biztos, hogy a hátrányos helyzetűek nem fizetik, hanem például kik lehetnek külföldre. És nem lehet utolérni, de az adózása azért van, mert ugye az ingatlan az önmegén van. Lehet, hogy végrehajtás alatt, de még mindig úgy szerepel a rendszer, és nem lehet se leállítani. Akkor viszont, hát jó, de... Tehát ők is benne vannak. Olyan tételek például elmondtak. Ugye az örökösre kéne terhelni, de van, hogy még nem zárnak le a gyakor. Tehát addig nem lehet. Van, akiben fel se lehet lenni az örökösét. Tehát azért ezek ilyen tételek elérültnek, hogy nem lehet minősíteni. Törölni, ameddig nincs meg a hagyaték, addig nem lehet. Tehát nem mindegyik teljesen szociális alapon. Én nem gondoltam, hogy mindegyik, de értem is megnézni. Ön is úgy fogalmaz, hogy küzdenek a befizetésekkel. Az adófizetési morálra kéne változtatni. Nagyon sok rendben. Gépjármű adónál, igen, néztem, a gépjármű adónál van még ilyen nagyobb adótartozás, amire írja is, hogy 2 szállítmányozási cégnek van egészen nagy adótartozása. Milyennek nehéz behajtani? Megszűnt cégek. Jó, hogy megszűnt cégek. Törlés alatt vannak, de ugye tehát a miután törlésre kerülnek, még végig nem lehet elég jó. Ez jövő január 1-én, tehát 2020 január 1-ével érülnek el. Azt látom, hogy a kisbíróban fél évente közzétételre kerül. Nem lehet ezt a honlapra folyamatosan feltenni? Kicsit nagyobb presszió lenne. Semmit nem. Kínosabb, ha az ember folyamatosan látja magát. Kérdezem. Most gyorsan végigmondolom. Hát, hogy kisbíróban megjelentem. Egy másik településen ez ott van a problémát, úgy emlékszem, de most a jogszabályt meg nem mondom, hogy ez most mi alapján, hiszen ha a sajtóban megjelenik, akkor a kisbíróban lehet hozni, akkor azt kérdezem, hogy támogatja a bizottság, hogy
Jó asszony, nézze meg, hogy jogszabály engedje, és ha igen, akkor támogatnánk. Szavazunk. Erről kell szavaznom? Úgy felségem. Már hogy hivatalosan szavazunk róla. Jó, jó, köszönjük szépen. Egyébként akkor az éves költségvetésnek a 10%-a van most jelenleg, ez a 30 millió forint. El nem érdőlt hátralékban, az elég sok. Én azért azt javasolnám, hogyha esetleg lehet, hogy a kisbíróba kellene egy cikket írni erről a fegyelmezett adófizetésről, mert hogy nagyon sok ember van, aki megtehetni, hogy fizet, nem fizet, és a bérből való betiltás és mi egymás az költséget jelent és munkát az önkormányzatnak. És akinek van bér, az be tudná fizetni, csak nem akarja. És ez mind munka, mind pénz, ugye ezeket meg kell hitelezni, a behajtásokat, és a saját településük lehetetlenül erre attól, hogy nem fizetik az adót. És azt gondolom, hogy ezt vannak újságírók, hogy célszerű lenne közé tenni, hogy ennyi pénz nem folyik be az önkormányzatnak, ebből azért sok mindenre telne, akár szociális juttatásokra, bármilyen. Szerintem teljesen jó ötlet. Azt kérhetem, hogy a szakmai része legyen összerakva, tehát hogy miért, mennyi, milyen költségei vannak el, tehát hogy amit felsorolt, hogy és azt akkor utána szerintem nem olyan bonyolult megírni valamelyik számba, figyelek. Egy mondat a Gábor megjegyzésére, hogy az a közel 10%, hogy ez az, ami ha összeadjuk, akkor ez a közel 4 éve gönyörgő két komolyabb. Ugye az egyik az Oxó volt, az lehet, hogy a napinél emlékszik, aki még a Budakalász felé járt, hogy ott volt egy ilyen kamionversenyzés és egyebekkel. Tehát ők voltak bejelentkezve nálunk, egy ideig fizettek is, aztán valami oknál fogva hirtelen erős gazdasági problémáit támadtak, hogy itt a bejelentett járművek utáni súlyadókról beszélünk, ami fontos, tehát ilyen módon. Gyakorlatilag akár az iparüzési adónak a mértéke, vagy éppenségben jövőben lehetőségeket keressük ezekkel, hogy akkor is, meg jövőben is tudjunk idehozni valamilyen olyan cégeket, akik enged a környezetvédelem, tehát ugye vízválasztásnak őrzővel megyek kapcsán. Ez egy akkori döntés volt, akkor egy jónak tűnő döntés is volt, néha még támogatóként is beléptek, talán emlékeznek rá sokan sorány napokon egyszer a versenykamiont is kiállították itt, tehát megtették, amit lehetett, mondom, ebben gyorsan tönkrementek. Tény, hogy ez egy ilyen fájó összekalátja az ember, de tényleg nem behajtható ilyen módon. Jó, csak én azért mondom, hogy a cégről is tudom mondani, tehát ennek utána lehet nézni, hogy annak az Oxó volt az egyik legnagyobb ilyen szintű. Egyéb kérdés? Itt van még valakinek? Ez a négyes. Kérdezem, hogy a bizottság elfogadja a beszámolót. Igen, megvan, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kérdezem a helyenlő bizottsági tagot, hogy mennyire ragaszkodnak, illetve képviselőket, hogy esetleg a kollégám maradjon a képviselőtestületülésen, vagy ezzel tudunk-e nem, hát azért is hozzuk előre, hogy megkérdezem, mert valakinek okoz problémát, mert nyugodtan. Köszönjük szépen. Jó, akkor javasolnám, hogy ugorjunk az egyes napi rendkóra, és akkor megmutatjuk, hogy miért lesz és miért szeretnek. De 4 évenként szoktunk egy ilyen kis mérleget csinálni arról, hogy hogy áldos mintára az önkormányzat. Kolléganőnk ezt mindig a Zsuzsi megcsinálja. Ugye ebben ennek is volt egy írásosan el, ami kiküldésre került. És megkérném, hogy röviden akkor Zsuzsi mond el. Jó?
látszik a teljesítés adatokon, hogy minden, ha időarányosan nézzük, ugye mind a bevételek, mind a kiadások, a bevételek azok minimálisan, a kiadások azok inkább alul teljesítettek, 60%-on van. Ennek ugye, ha külön választjuk a működési és a felhalmozási részét, látszik, hogy a megyeri fasor miatt ugye a beruházások azok csúszásban vannak. Ez okozza a nagyobb alul teljesítést. A bevételeknél, ami jelentősebb, az pedig az, hogy a 9. hó végéig a hitellehívásra nem került sor. November 12-én utalták át nekünk. Októberben kértük a indítványoztuk a hitellehívást, november 12-én utalták át az önkormányzat számlájára. Mivel hogy azért elég sok az új képviselő, nem tudom, hogy kérdések alapján menjünk inkább. Menjünk kérdések alapján. Jó, mert... Ez a régi testület szájaize szerint lett összeállítva, tehát ugye a rovatonként fel van sorolva, ugye, hogy melyik költségnemben mi tartozik. Kivészletezve ugye a mellékletét képező táblázatban látszik. Nekem van, a legelején lesz nincsen, hogy bemegyünk, hol megyünk. A B4-esben van az, hogy van bérleti díjből bevételünk. Lehet, hogy butaságokat fogunk kérdezni, csak hogy ilyen informálódás szinten szeretném tudni. Tehát, hogy milyen bérleti díj van, amiből van bevételünk? Bérben van adva a régióvoda. Igen. Vannak... A posta is ilyen épületben van? A posta is bérleti díjas, jó. Igen. De itt szerepel az is, hogyha most sörpadokat bérelnek, itt bőlünk. Telefontársaságoknak van bérleti díja, még akik fizetnek. Jó. Az orvosi rendelőnök kiadtunk bérbe folyamatosan egy területet, aki most látja, ott egy konténer épület van, ahol a Diginek van a központja. Tehát kerestek egy önkormányzati helyet, azt hiszem, hogy emlékszem, hány eurós alapon adtuk ki, vagy euróban van meghatározott, hogy euróz igazodott, vagy emlékszem. Nem ebből fog de gyakorlatilag egy sok kicsi sok már egy alapon, tehát igen, ez is benne van. Igen. Amit nem értek, igen. Most mi az a bérkiegyenlítő támogatás? Pályázni kellett, tavaly év végén, október vagy idén év elején, hogy az önkormányzat, hogy ugye 2007 óta nem nyúltak a köztisztviselői illetmény alaphoz. És volt egy olyan pályázati lehetőség, hogyha az önkormányzat vállalja, hogy fölemeli 44 ezer forintra, most ezt nem tudom fejből, fölemeli az illetmény alapot, akkor ahhoz kaptam támogatást. Okay. Na most, mivel azért lett oda betéve ez az összeg, mert ugye ha a béreket, tehát a költségvetési rendeletet mi már az emeltel fogadtuk el, tehát a bérek emelt összeggel, és ugye a pályázati bevételről még nem volt meg a támogatói jogirat, ezért oda tettem bele, és utána átkerült ez a B1-be. Oké, értem, köszönöm szépen. Kérdezhetek még, hogy B6, B5-ös, a Suzuki Vitara bevétele. Én ezt külön nem láttam, nem tudom, hogy jól láttam-e valamelyik soron. Ez a... Itt meg 250 ezer forintot, amit megtaláltam az orosz, ugye? Igen, az ingatlan értékesítés az nem, pedig ugye a telekről arról született testületi döntés is, hogy az végül is nem jött össze. Nem volt ingatlan értékesítés. Az önkormányzatok esetében mennyire lehet ezt
publikálni, hogy ő érték, tehát hogy oké, okay, kifüggesztjük itt a fali újságon, de hogy ennek van valami kötöttsége, hogy hogyan tudjuk értékesíteni adott esetben az igazságot? De csak ilyen formában nem. Lehet, vagy bárhol? Bárhol. Aha. És értékesítésre gyakorlatilag a testőre, amilyen gyorsatot hozzá jelenik egy ingatlan. De azon eladásra kell váró ingatlannak kell egy hatósági értékesítésnek lenni, amit a vagyongazdálkodási rendelet befolyásol, hogy meg van határozva, hogy azt mondják, hogy 100 ezer forint, akkor ugye nem lehet eladni 20 ezer forintot. Pont. Tehát innentől gyakorlatilag meghatároz mindent. Tehát ezek a felértékelések megvannak, amely a tavalyi és az ebben az évben, illetve jövő évben is esetlegesen piacképesek tudnak lenni, és eladásra kerülnek a költségvetésbe. Tehát azon az áron, amit ez a hatósági értékbecsülő megállapít, azon az áron oké, okay, egyébként vagy többért, természetesen. Mindig a piac határozza meg, hogy ugye a kereset határozom meg a piacot alapon, tehát volt már olyan az önkormányzat életében, amikor én mondok valamit 50 ezer forinttal, mert ez volt a lényeg, hogy annyi olcsóban, de akkor, mert akkor az volt az ingatlan helyzet a szigeten. Jó, de hogy a forma, az, hogy mi hogyan értékesítjük, az nem nincs kötve, ez volt alapvetően a kérdésem. Nincs. Jó, gyakorlatilag meg kell hirdetni, a legfontosabb meg kell hirdetni, hirdetés alapján. Kötelező meghirdetni, vagy a rendbajítók alapján kötelező meghirdetni. A fővárosi vízművek bevételéről arról beszéltünk, ugye azt készösszegben kapjuk meg. Ilyenkor évvégén küldenek nekünk egy levelet a koncepcióhoz, jó hangul a költségvetéshez, hogy milyen számmal tervezhetjük a bevétel, de ugye a tényleges mindig ők folyosítják nekünk augusztusban az előleget, az ő általuk megállapított összegnek a felét. És ugye elszámolunk az előző évvel, ami hozzáigazodik a ténylegesen kitermelt mennyiséghez. Tehát ez lehet több is, kevesebb is. Most idén majdnem 2 millió forinttal több volt. Előző években mindig volt, 2 éve vagy 3 éve, akkor nagyon sok utat, kutfelújítások voltak, akkor nagyon-nagyon kevés volt a bevételben. Tehát a vízművektől, amit kapunk, az mindig a konkrét kitermelt mennyiség alapján. Közigazgatási területünkről kitermelt. Igen. Erről tudunk egyébként valamit, Miklós? Hát már volt szó volt erről, hogy ez 1% ez olyan billegő pályán mozog. Gyakorlatilag van most pozitív a válasz, hogy hétfőn megyek a vízművekhez, gyakorlatilag alá lesz írva a szerződés. Az igazgatósági tagoknak lesz a megválasztása, tehát teljes gárdát lecserélik, és utána most, tehát részemről az aláírás, aláírt papírt már bekerült, bizakodjunk. Jó. A felhalmozás a B7-nél, az majd a következő napi rend lesz a rendeletmódosítás, ott kevesebbet tettem be előirányzatba, mivel hogy ugye szó volt róla, most azóta már született döntés is, hogy mennyit kap vissza megint a lakosság, tehát ez ugyanúgy, akik ide fizetik be az önkormányzat, tehát minden egyes önkormányzathoz, őket ugyanúgy megkapja a visszatérítés. Tehát ott azért az előirányzatot alacsonyabban állapítottam, mint a tényleges teljesítés. A finanszírozási bevételek, az pedig ugye hitelfelvételek, az intézményi finanszírozás, a jogszabály azt szeretném megkérdezni, hogy például az ilyen egyéb működési cég támogatásokra, erre gondolom minden évben van előre egy koncepció, hogy kire menjünk, hogy szám. Mármint a B1-ben polgárőrség egyébként. Ja, az a kiadás, az már az a kiadás. Jó, igen. Jó, tartok.
Igen. Ugye társulás keretében látjuk el ezt a feladatot a Hitót falunak, és mindig megvan a társulási ülés, ahol döntenek, tehát minden évben megkapjuk, hogy mi az az összeg lakosságszám arányosan, ami a településre esik. Például az orvosi ügyeletből. Persze, az világos, de az inkább, tehát hogy van előre mindig egy teljes éves összeg a nyilván tervezve, hogy van-e az ilyen támogatásokra, tehát az egyéb civil szervezet, és hogy mi ott a koncepció. Hogy a civil szervezetek? Igen. Mert nyilván nem is civil szervezet. Hát az orvosi ügyeletet. Azért mondom, hogy nyilván az orvosi, nem is az orvosi ügyeletről beszélek, hanem a egyéb civil szervezetek, egyházak. Tehát, hogy ott van egy koncepció, hogy ki miért mennyit kap, vagy ez mindig ilyen kvázi egy kicsit esetleges, hogy van egy ekkora keretünk, és aki jön. A költségvetés ugye megmutatja, hogy milyen keretet tudunk szabni, és általában mindig jönnek, akik adnak be igényést, támogatási igényt. Hogy ez csak a keret, ami eldöntött előre. Így van. Lehet, hogy nagyon részletébe megyek. K3. Van ez a sínytéves történet. Ez azt jelenti, hogy van valami, tehát hogy amikor valakinek elviszik a kutyáját, akkor azt ugye mi kifizetjük, és utána azt nem szedjük be annak a bérét. Az egyben ott bejön. Ettől függetlenül van egy havi fix díj. Ja, értem. Tehát egy havi általányos őrös, van valami rendelkezésre állási 30 000 forintot fizetünk minden, ha nem jön ki, akkor is. Tehát ez a rendelkezésre tartás. Még kettő kérdésem van, egyrészt a gyermekorvos. Azt Szabó doktor urat kell érteni a gyermekorvos alatt, vagy ez mit akar ez a sor? Vagy ez a szó? Gyermekorvos? Igen, itt van egy ilyen. Munkaalkalmassági vizsgálat, gyerekorvos. Jó, a gyerekorvos már nincs. Régen volt szerződésünk a... hogy hittem azt? Igen, a Szentendrei Kocsmán. Nem, volt egy, aki minden hónapban kijött és... Számlázott. Számlával, igen. Nem. Jó, tehát hogy volt egy kovázom, és a logopédi ellátás, az pedig az óvodai logopédi, ugye? Az óvodában van, ugye? Nem volt egy sovány. Jó, de most nem csak volt minden. Nekem lesz egy nagyon csúnya mondatom most, ha nem baj. Tehát itt van ez az ellátottak pénzbeli juttatásai. És ezen a soron van egy olyan, hogy zeneiskolai tandíjak. Ez azt jelenti, ugye, ha jól gondolom, hogy azok a gyerekek, akik a szülei nem tudják szponzorálni a zeneiskolai tanulmányaikat, nekik adunk. Akkor majd én is jelentkezni szeretném. De nem feltétlenül 100%-ot időt, tehát az egészen 20%-os 100%-ot. Az iskola javaslat. Iskola, igen. A szabályiskola kapja. Hát csak meg szoktam látni, hogy milyen gyerekek jelentkeznek azért, hogy ő az osztálykiránduláson kapja a támogatást, és olyan gyerekek szoktak ott jelentkezni, akinek az apuka ugyan külföldön dolgozik, anyuka itthon van, és jaj, ő egyedül neveli, és mégis kapnak az osztály kirándulási pénzt. Ez most nem a mi önkormányzatunkra vonatkozik, hanem mondjuk a szomszédba, de azért erre azért oda kell figyelni. Az a probléma, hogy a papír alapján dolgozik mindenki, mint tud benyújtani apukájának, nincsen papíron semmilyen jövedelme, akkor jár. Tehát ez ugyanolyan, mint az adófizetési modell, ezt meg kéne tanulnunk, hogy hiába van a zsebünkben pénz, akkor fizessük be, de amikor tudja azt, hogy úgy ezt a Népjóléti Bizottságban tárgyaltuk és beszéltünk is róla, de tudnánk, hogyha nem csak a jövedelmet néznénk, hanem környezet tanulmány alapján körülményeit is vizsgálnánk. És akkor már a szülőházában laknak. Tehát, hogy nem tudsz olyat csinálni. Hát jó, csak amikor egy cég behajtás tevékenységet végez, akkor a cég mondjuk szokta nézni, most ez így nagyon csúnya hangzik, de az adott személynek a Facebook oldalát.
És az adott személy Facebook oldalapján, mondjuk láthatod, hogy ő többször jár évente külföldre, akkor a behajtó cég nem nagyon fogja neki elfogadni azt, hogy ja, bocs, egyébként ennyit nem mondom neki, hogy egy ápoló nő, aki keres mondjuk bruttó 200 ezer forintot, évente lehet, hogy háromszor el meg külföldre, mert egy orvosi cég elviszi ingyen és bérben. Hát, jó, most én nem ilyen példákra gondoltam, de láthatom. Erről a szociális bizottságban nagyon jól beszéltünk, tehát tök sokat. Akkor túljutottunk ezen a szociális bizottságban. Jó, oké. Szeretnénk, hogyha kicsit alaposabb vizsgálat lenne. Egyébként valóban a zeneiskolánál az iskola igényli gyerekenként, és általában egy részét csak a tanvénak, és hivatkozik okokra, tehát szociális okokra. És sportügyben nem szoktunk adni? Tehát ugye én értem a zeneiskolát, de mondjuk a sportért is fizetni kell, nagyon sok helyen, ez ilyen bármilyek adunk, csak adják be az igényt. Jó, pont ugyanaz, mint a búzakumbarika, hogy mi futunk a gyerekek után, akikről tudunk, hogy felsőoktatási intézményben járnak, és az iskola kéri a gyerekeket. Amúgy tavaly előtt volt egyedi elbírás sport kapcsán, van egy válogatott jégkorongozónk, aki már az U18-asban, már az U20-as magyar válogatottban játszik. Tehát ő például volt, amikor fordult felénk, hogy gyakorlatilag már egy hokiütő, én el nem tudtam volna képzelni, de 200 ezer forint. Jó. Akkor már én is jelentkezem, jó, mert nekem sokan válogatott. Nekem sem. Hát én csak ezért mondom, hogy nem erre volt. Okay, egyszerű támogatást kértek, elvileg lehetőség van rá. Jó. Tehát ez ilyen egyedi elbírálás alapján történik. Majd a szociális bizottság jelen van. Jó. Nagyon sokan megmondanak rá, szóval utabbak nem adják. Jó. Köszönöm. 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 Információ mindenkihez eljut. Ez a szégyen? Igen. Jó, a buszahugárjukát azt majd tárgyaljuk valamikor máskor, ott alapvető szabályozási módosításokra lenne szükség, de szerintem Gábornak van kérdése. Én próbáltam elemezgetni a nagy táblázatot, az Excel, és az ötödik mellékletben van egy olyan, hogy önkormányzati többségi tulajdonban nem pénzügyi vállalkozások részére, 18 millió, ugye ez a topos megjelenik, és alatta van egy olyan, hogy egyéb vállalkozások részére. Az orvosi ügyelet. És akkor pont még ebben az ötödik mellékletben van egy olyan, hogy itt a végén K89, vagy háztartások részére ez valamilyen felhalmozási cél. 800 ezer? Igen. Az van az önkormányzatnak értékvédelmi rendelete, és 18-ban az időjárás meg van egy keret, 2 millió forintos keret, pályázni lehet rá az önkormányzatnál, ez is meg van hirdetve. Na most a tavalyiaknál ott időjárással kapcsolatban ez a 800 ezer forint, ennek a kifizetése átcsúszott 2019 évelejére valamikor, mert akkor jöttek elszámolni be, azaz. Tehát ez az értékvédelmi pályázatoknak a... felújítások. Az a baj, hogy sosem tudom, hogy most itt kérdezzem, vagy az egyebeknél, hogy Megyeri Fasor kapcsán van. Mi a kérdés? Attól arról azt beszélted, hogy mikor megyünk tovább egyeztetni. Minden első lépést megtettük. Méghozzá a kivitelezővel, a tervezővel és a műszaki ellenőrrel leültünk az általatok megfogalmazott pontoknál. Kértem, hogy nézzék át az egészet. Erre fog készülni egy emlékeztető, ami arról szól, hogy a tervezők megpróbálják a körforgalmat meg, csinálnak egy vázatrajzot, hogy ők az elképzeléseikben hol, hogyan lehetne kiegyenesíteni, de azt mondták, hogy mindenféleképp elő fogják írni, ha nem mi akkor a közút, az országos közlekedési hatóság, hogy forgalommassítókat kell beletenni, attól függetlenül. Megkérdezik a vízügyet,
hogy milyen módon lehet változtatni a vizes árkok kapcsán. Elvileg azt mondják, hogy olyan módon majd lehet, hogy le kell mondani a jövőbeni járda lehetőségéről, mert a járdának a helye ott van, megmutatták, de akkor nincs járda a megyei fasolon. Oké, ezt addig a pontig jó lesz, amíg valaki a gyorshajtás miatt nem történik valami, illetve a szóban nyilatkozatot tette a kivitelező is, hogy ami egyik oldalon kiesik, azt a másik oldalon természetesen hozzáteszi, mondjuk itt a körforgalom kapcsán. Most az a történet van folyamatban, hogy megvárunk egy vázlatrajzot. A vázlatrajzot azt szeretnénk, hogy rátekintése legyen a településfejlesztési bizottságban, vagy a testületnek. A kivitelező első körben kérte azt, hogy mindenféleképpen egy geodéziai kitűzés elindulhasson, mert az alapján lehet látni, hogy melyik fa maradhat és nem maradhat, bármilyen módon is. Illetve volt egy igény, ugye az egyedi egyfa kapcsán, és ez mikor ültünk? Ez itt a kedden össze tudtuk ezt hozni, és ahogy van egy komplex anyag, amit le tudunk tenni az asztalra, akkor tudunk, azt el kell fogadni, és ha ez van egy egységes megállapodás, akkor tudunk bemenni bentre. Tehát az, hogy minden nap bemegyünk, és ott rajta, így van. Tehát ennek az összefoglalása. Tehát ezt az egyebekben elmondtam volna a testületi ülésen. Előjön a megyeri, hogy így van. Tehát gyakorlatilag a kivitelező, a műszaki ellenőr, illetve a... Jó. Ez megtörtént, és a jelenléti úr, hogy minden együtt megtörtént, megcsináltuk. Nekem abban a nagy Excelben vannak még kérdéseim, hogyha van. A bevételek oldalon van a 45. sor, hogy ellátási díjak. Ezt látom, hogy az óvodánál is van, meg van az önkormányzatnál. Még 405. Igen, azok az óvodai, meg az iskolai és a szociális érkezés díjai. Oké. A kiadások soron van még jó néhány díj. Foglalkoztatottak egyéb személy nyugtatásai, K113. Igen. Itt ez mi? Oda megy be, ugye, mivel ugye közfélelnek a bére sok esetben nem éri el a garantált bérminimumot, ezért az állam ad, ugye ezért is módosítunk mindig költségvetési rendeletet a bérbe, azt havonta állapítják meg azt az összeget. Tehát ott van benne a bérkompenzáció. Ott van, hogyha valaki tápénzre megy a 15 napja, ami a munkáltatót kezeli, de szabadság megváltástól kezdve, tehát a B13 az a sor, amit eredeti előirányzatként sosem tervezek. Mert hogy azok mindig utána, és ugye az például, hogyha valaki táppénzen van, ugye ott a törvény szerinti illetménye, az alapilletménye, az kifizetés, az csökkent, tehát onnan teszem rá az előirányzatot. Ezt értem a polgármester hivatal, meg az óvoda esetében tökéletesen. Az önkormányzat soron ez az összeg hogy kerül ide? Az önkormányzatban van 9 alkalmazott van. Akik nem köztisztviselők. Akik emlősek. Jó, nem értettem, mert a polgármester hivatalban nekem az egy kodvac. Nem. Akik nem köztisztviselők, azok az önkormányzatnál kerülnek fel. Hát mert közalkalmazott is. Tehát az önkormányzatnál van foglalkoztatva a védőnő, a könyvtáros, a három fiú, a két takarítónő és az itam. Üzemeltetési anyagot. Ez akkor azért így van arányban, mert hogy... Vásárolt élelmezés. Ez gondolom az óvoda
óvodai érkezés, az iskolai érkezés, az óvodai, szociális megjelenik érkezés. Az óvodainál, ugye? Igen. És akkor ez az összeg, ami itt van, ez a szociális az és az iskolai is tartalmazza. Jó. És akkor ennek van egy bevételi oldala, amikor jó, azt a sorot megtaláltam. Aki fizet, aki fizet. Igen, ugye, okay. A többi része pedig az állami. Jó, azt megtaláltam, oké, okay, köszönöm. Karbantartási kísérletési szolgáltatások. Tehát amikor ezt a sort így elolvastam, és így megláttam ezt a 12 millió forintot, akkor így megköpköltem egy kicsit. Erről tudhatjuk, hogy ezek mik? Hát abban a legnagyobb összeg az az útjavítás. Jó, oké, okay, erre gondoltam. Jó, az az útjavítás, de kazánt, ha javított, tehát jó. Mindent a hivatalban kellett. Kazánt, ha javított, de az az annak a 95%-a az a sirányi utaknak a javítás. És akkor a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások az azért került ide is többek között, tehát hogy akkor ez nem a polgármester ura, meg a jegyző helyettese, helyettesére vonatkozik, hanem azért, mert hogy vannak ők a velük kapcsolatos képzések. Nem, az önkormányzatnál szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás az az ügyvéd uh-huh. és a főépítés. Ja, értem, ez annak a költsége, oké. Okay. Az óvodánál pedig a logopédiai oktatás. Uh-huh. Jó, tehát hogy az is, az ott nekem egyértelmű volt, hogy van, azt köszönöm. Kiküldetések? Munkáltatás költségkerítés. És akkor ez azoké az alkalmazott, aki nem az a polgármesteri hivatalban alkalmazott. Az önkormányzatnál is van, de az minden van. Itt érthető volt, itt nem értettem, jó? Ezt szeretném ezt. Ingatlanok felújítása során volt betervezve a 135 millió. Ez mire volt betervezve? Az a negyedik fasos. Ja, ez az az összeg. Oké, rendben, köszönöm. És több nincs is, azt hiszem. Valakinek nincs kérdés? A következő, ami már átlátható. Igen, azért tettem fel ezt a kérdést, hogy legközelebb ne kelljen megkérdezni. Igen, én azért tettem bele, tehát nem összegszerűségében, hanem csak, hogy miket lehetnek a sorok az előterjesztésben, hogy mi minden szerepel. Voltak, amire rájöttem, így aztán köszönöm szépen. Faszkéni, hogy kérdezzem meg, hogy a K9 finanszírozási kiadásoknak ugye ott van a fordulénk a beszerzésre, meg a leasing, meg a 2019-et előrészlete, törlesztő részlete, hogy mennyiben változott a cold range, tehát ugye a fenntartás üzemeltetés költségei mondjuk egy Suzukihoz képest, tehát hogy... Miben változott? Ezt csak tankoljuk. Igen. Most. Nem kell szerelni. Tehát a Suzukira 100.000 forintot kellett elköteni. Kérdezem, hogy milyen egyéb költség, tehát hogy vannak-e költségei, tehát vannak-e egyéb hát fenntartás? Hát a biztosítás van, a kötelező, a kaszkó. És hogy ezek egy ekkora autónál mekkora tételt jelentene? Hát ezt most fejből nem tudom megmondani, hogy mennyi a biztosítása. De azt meg tudom nézni. Akkor azt szeretnénk kérni a fenntartás üzemeltetési költségeket, nem a tankolás. Tehát ez egy új autónál ugye más még nincs. Tehát a kötelező vizsgák vannak, szakszervizes vizsgák, de hát a Suzukira azt meg kellene nézni. A leasinggel full kaszkót kell rá fizetni, van a kötelező biztosítás. Igen. De ez az minden autóra van. Hogy ne, de függ attól, hogy mekkora és milyen. Meg azt is nézik, hogy az önkormányzatnak milyen egyéb káresemény voltak az előzményekben, és mivel egy biztosítási alkusz van, aki gyakorlatilag összefogja a teljes önkormányzati tulajdonnak, illetve felelősségbiztosításoktól kezdve minden, ezért viszonylag egy elég jó kedvező állományú biztosítása van az önkormányzatnak ebből adódóan. De ez természetesen, ezt tudja kell, akkor a héten, a jövő hételén ezt már tudjuk úgy küldeni a kötvénytől kezdve minden, hogy ez lehessen látni mindenki számára. Ahogy most voltál, hogy 2500-as személyre kellett bevinni az autót, az egy kötelező, mert ugye akkor garancia ezt aktiválik a kocsi, illetve most ma, majdnem a fölvány téli újztatás megtörtént, a gumi már benne volt eredetileg a megvett autóban.
mert igazán még eddig nem semmi. Oké, valaki még? Akkor kérdezem, hogy a három évés teljesítéssel kapcsolatban elfogadja a bizottság az előterjesztés. Egy akkor most a kettes napi rendi pont jön, ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítás, ugyanaz? Igen. Kérdezem, hogy van-e kérdése valakinek? Ott a táblázatok alá, ahol írtam, hogy miért igen kell módosítani. És ugye itt egybe látszik az előző módosításokkal. Jó. Én nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye a beruházások kával ott szerepel az egészségház, a riasztórendszer kiépítése, hatósági díjak. Én ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy az egészségház műszaki állapot, a készültségi foka, az mi? Van benne fűtés? Minden benne van. Jó. Tehát, hogy fűtőnk, tehát ott is leműködik, tehát hogy ennek mik a fenntartási költség, tehát elfűteni, mert egyébként tönkre van. Temperáló fűtés van benne, gyakorlatilag pont a ülés elején kaptam meg azt a papírt, amit most már két hónapja várunk a közútkezelőtől. Közútkezelői hozzájárulás nélkül nem tudja a Szentendrei Építéshatóság kiadni a használatbeli engedélyt. Tehát két hónappal ezelőtt, ha már megkaptuk volna, akkor mi nekünk sokkal jobban örülünk, mint bárki más. A fűtés, mert minden egyéb működik, már csak azért is, mert ugye a Zsuzsival beszéltünk arra, hogy már lenne a régi rendelőben már a szakorvosokra van jelentkezés, tehát be tudnánk tölteni azokat a pontokat is, amiről beszélünk. Tehát ha minden jól megy, itt a friss használva is a közútkezelő hozzájárulás, akkor bízunk benne, hogy itt egy pár nap alatt megkapjuk a hatóságnak az engedélyt. Az orvosok ugyanúgy várják, hogy be tudjanak költözni. Nem engedtem meg, és nem engedheti meg bárki is, van ebben egy tulajdonosi körben, hogy egy ilyen épületben, aminek nincs használatbeli engedélye bemenjen. De gyakorlatilag bármi ellenőrizhető, ugye mind a... minek hívják ezt? Mint az építési napló, mint pedig a átadás átvételi dokumentáció alapján meg lehet látni, tűzoltóságtól kezdve minden más szakhatóság építési hatóságon kívül nem vett át, azért az építési hatóság az utolsó, mert az összes szakhatóság elfogadása után köszi rá azt a töcsétet, amivel mehet. Ezt, tehát én csak ezt ennyi ezzel szeretném. Tisztában vagyok, csak az lett volna a kérdésem, hogy az átadás óta mennyi volt a fenntartási költsége? Meg tudjuk mondani. Szépületnek. Tehát minimális áram és hát a gáz az meg szinte alig, mert gyakorlatilag kondenzációs kazánok vannak és most be van állítva egy 10 árfokos hőmérsékleten, a fölöslegesen nem megy az egyértelmű. Jó. A K3 dologi kiadásokat is köszönöm, hogy összeállítszak, hogy mik vannak. Az útkarbantartásról majd kérhetnénk egy olyat, hogy ez körülbelül pontosan Jó. Akkor kérdezem, hogy a bizottság elfogadja a rendeletmódosítást az alábbi jogszabályban. Igen, a következő napiról rendelik pont a 2020-as év költségvetésének a koncepciója. Gyakorlatilag csak a köszönöm szót. Ez a írásos anyag mindig arról szól, hogy felfedezzük azt, hogy jövőre is lesz év.
tehát ezt most másképp nem is tudom megmondani, tehát ez mindig itt szokott történni. Vannak még számok, amik számunkra ismeretlenek, erről majd meg kell hozzunk, hogy azért mondja el. Alapjában lévő, amire lehet alapozni a koncepciót, az ezéri adóbevételek, maradványértékek, de az, hogy a jövőben milyen normatívák alapján és milyen egyéb pluszpénzek alapján tudunk majd még dolgozni és tervezni, és majd februárban elfogadni a költségvetést, azt igazából nem lehet még pontosan tudni, éppen ezért szokott egy ilyen szöveges koncepció összeállni, de most lehet, hogy Zsuzsi most, hogy volt továbbképzésen, hogy akár lehet, hogy már sokkal többet tud vinni. Mondjak ki, volt ott egy... És ugye a minisztériumokat, tehát az összes fejezetnek el kell tapsolni a minden pénzt, mert tőlem elveszik tőlük, úgyhogy most mindenki tapsolja a pénzét. Ez a koncept nem jó hír, én úgy gondolom, tehát engem kifejezetten frusztrál, amit múltkor mondtam, hogy nincs benne a legnagyobb összeg az általános, a B1-ben, az általános támogatás összege, hogy nincs benne, tehát ez... Erre én nem emlékszem, hogy lett volna precedens, hogy ez ne lenne benne. Uh-huh. Tehát ebben a szöveges, tehát a koncepcióban számokkal foglalkozni pedig még naivitás lenne. Tehát amiket ugye látunk magunk előtt, a bevételi részről azok az adóbevételek, meg vannak a, tehát amik fix szerződéshez kötődnek bérleti díjak, nagyjából a gyerekeknek az érkezési térítési díjai, az állami támogatás is, de csak megközelíthető el, mert az, hogy ő milyen jogcímekre mennyit ad, ugye az akkor, amikor már a véglegeset fölteszik ebbe az EBR rendszerbe, akkor tudjuk. A kiadási oldalon ugye ott pedig figyelembe kell venni elsősorban az érvényben lévő szerződéseket, tehát kiindulva a munkabérektől kezdve a közüzemi díjakig, és utána amiket elbír az önkormányzat, az jól látszik, ahogy módosítottuk a rendeletet, van egy olyan melléklete, ugye a több éves kihatással járó. Tehát ezeket kell elsődlegesen figyelembe venni. Meg ugye a megkezdett beruházásokat, amik vannak. Jó, hát itt is le van, tehát, hogy nagyon semmit nem tudunk csinálni, mert hogy a hitelkeretünket azt túlban kimerítettük, tehát ilyen, hát nem. Csak a meglévőt kell. Ugye erről úgy rendelkezik a stabilitási törvény, hogy az önkormányzat a saját bevételeinek 50%-áig terhelhet ide, ez ugye nem célunk, mert azt fizetni is kell. De hát az, hogy az önkormányzatnak van hitele, az én úgy gondolom, hogy az nem okoz problémát. Itt mindig az éves adósság törlesztés az, amit nézni kell. Tehát, hogy az önkormányzat azt ki tudja fizetni, vagy nem tudja fizetni. Ugye most van két olyan hitelünk, ami 21-ben lejár. Tehát a 20-as és a 21-es év lesz az, ami nadrágszint szorítós lesz. De például ugye, ahogy látszik a táblázatokból is, a rendeletmódosításnál is, tehát az önkormányzat megtervezi a működési kiadásait. Tehát ebben benne vannak a karbantartások, közüzemi díjak, tehát az összes olyan dolog, ami a napi működéshez szükséges. De itt azért például az idei évben jelentős maradványban, tehát a közüzemi díjakban. Például a közvilágításnál is, tehát belevágtunk ebbe a korszerűsítésbe, de látszik, hogy magában ugye nem fizetjük a havi 130 ezer forint karbantartási díjat. Tehát ott abból maradvány képződik. Csak ugye ezt az ember, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy ezt biztonságosan kell megterveznünk, és ezt már év közepére látjuk. Mert ugye addigra túl vagyunk a nehezén, már mint a telen. Tehát azt se tudjuk ugye, hogy most milyen tél lesz, mert volt olyan, hogy általánydíjat fizetünk, ugye, de mit tudom én, 2-300 ezeret kellett ráfizetni. A múlt évben visszakaptunk. De ezekkel az előirányzatokkal utána a testület már tud számolni. Tehát amikor már látjuk előre, hogy alakulnak. Azok biztosítanak lehetőséget,
minden egyéb más nem tervezett. Tehát ezek azok az összegek, amiket ilyenkor, amikor átnézem a teljesítést, fél évkor, három évkor és év végén is, azok az előirányzatok, azok mennek a tartalékkeretre. Ugyanúgy, ahogy onnan vesztük le a nem vártat is. A nem várt, tehát ez az általános tartalék, ez a 0,5%, ez elég szokott lenni? Nem túl kevés? A 0,5%-nak elégnek kell, hogy legyen, de például a tavaly, most az idei költségvetésünknél nem is tudtuk a 0,5%-ot tartalékba tenni. És nézem a szintén itt a kiadásoknál, ugye a már folyamatban lévő beruházásokkal kell számítani, a megyeri fasor meg a nyárfa, sehol nem látom a narcisz szekció, tehát a narcisz tulipán harmad, tehát ahol elkészültek az ágyok, az jövőre is terv szerint így marad? Hát a... Most azt tudom mondani, hogy ha találunk hozzá pénzt, akkor nem. Tehát, hogy nincs momentán hozzá semmi rendelve. Ben van két olyan levelünk a belügyminisztérium felé, meg a pénzügyminisztérium felé, ami az évvégi maradványérték pénzeknek a szétosztása szokott történni évvégén több. Beadtunk most nem tudom hány, több 10 millió forint értékben pont az utak karbantartására, illetve Szilárd Martaszfaltozására. Bízom benne, hogy valamihol el tudunk ebbe jutni. Tehát a tervek megvannak, a tervekkel lehet bevenni és boltolni. Lásd, nem tudok mondani, csak ez így működik. Hát a, de hogy tervezve nincs, hanem nem szoktunk reménykedünk, hogy valami történik. Abszolút így van, tehát ha volt egy előzetes árajánlatunk, ami arról szólt, hogy megközítek, ugye 39 millió forint lenne a Markaszfalt. Ezeken az egész. Igen, úgy, tehát az anyag nélkül, hogy a geocellás, illetve egy finisheres lezárás. Uh-huh. Ezt a pénzt kell megtalálni, elvégben mondom, reménykedek rá, abban, hogy a Magyar Falu programban már ugye kaptunk egy bizonyos fajta kis pénzt a nyárfa sornak a befejezésére, jövő évben bízom benne, hogy ehhez is kapunk, és ez legalább ez a 95%-os intenzitású. Mert akkor Zsuzsi lehet, hogy csúnyán néz rám, de akkor azt az 5%-ot azt valahonnan ki kell sajtolni, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy most a narcisz vagy a Göt-szigeti lesz, azt még nem tudjuk megmondani, meg kell nézni, hogy melyik az a bizottság el fogja dönteni, hogy melyiket javasolja legfőképpen, hogy az megtörténjen ennek a ustabilizálása. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtenni. Mert előre beletenni, és ezt... Nem, ezt csak azért... nincs rá pénz, értem? Mert azért kérdezem, hogy mit voltak erre, tehát akkor ez a koncepció. Jó pár évet szerintem végignéztétek, hogy hogyan működött és mind működött az önkormányzat. Fejlesztések gyanán. Mindig egy lehetőség, amikor előbukkan, akkor próbálunk rá lehető leggyorsabban reagálni. Mivel mindenhol a legnagyobb probléma az útkérdés, ezért menekült előre egy kicsit az önkormányzat, hogy van most még három olyan útra tervünk, amit csak elő kell elvérben venni, és le kell tenni az asztalra, és pályázatot kell ráírni, ha kiírják a pályázatot. Vagy nem, akkor egy úgynevezett céltámogatást kell valahogy elérni. Ennél többet nem tudok mondani. Tehát ez, és még mellette lenne egy jó pár dolog, tehát itt még mesélhetek, bele kéne tennünk a bölcsödét, mert ahogy elmondta a védőnőnk, hogy már most 25 gyerek születése várható jövő évben, és akkor mi nincs csak az év vége. Tehát, hogy nem tud, bármelyik újjúba fogunk vele arra, mindegyik egy kicsit fájni fog, de mindegyik egy kicsit örömteni, mert valamilyen fejlődésnek kell, hogy történjen. Bízom benne, hogy a jövő év elejéig meg valamilyen pénzeket úgy be tudunk hozni az önkormányzat, hogy ezeket a utaknak a javítását meg tudjuk tenni úgy, ahogy ez kell. Tehát annyi. Azért lenne jó, hogy a bizottság, tehát, hogy prioritásokat, tehát kitűzünk célokat, vagy legalábbis eddig úgy működtünk, hogy kitűzünk célokat, ezért is kérdeztem, mert azt gondolom, hogy ez például egy prioritás, hogyha már ott megkezdődött ez a dolog, ott vannak az árkok, küzdenek vele az emberek, akkor legalább lássák azt, hogy
nem az történik. Tehát, hogy értsék azt, hogy miért az történik, egyébként, hogy egyszer csak ott hagyták őket az árkokkal, és átvonul az önkormányzat a megyei fasorra, meg a nyár fasorra. Mert ez egy kicsi, az ő szempontjukból úgy néz ki. Ezért kéne, hogy ezt ők is hallják, ezért kell a nyilvánosság, ezért kell a lakossági fórum, mert ezeket az információkat el kell jutatni. Mert igen, szerintem is, hogyha vannak a kötelezők, amiket muszáj csinálni, és most nincs el, oké, de prioritásként én azt gondolom, hogy pont ezt a körbeárkozott részt kell. Hát ez de azért készültek tervek is, tehát hogy... Nem magunkat védve is, hogy magyarázni, azért kellett váltani egyet, mert külön, ha tehát két projektet párhuzamosan nem finanszíroztak volna, úgyhogy van már egy áruk, akkor még egy, ráteszünk még egy útpályázatot. Vagy különálló volt, vagy így. A koncepcióját azt is értettem a kiírásnak a kormányzat részéről, de ami van, arra kell rárepülni. Tehát ilyen módon. És ezért volt mindig fő szempont az, hogy tervek készüljenek, hogyha bármi lehetőség van. Szerintem a terveket is, ez úgyis mindig el fogom mondani, van a kártágot pedig el kell pusztítani, a terveket pedig a lakossággal meg kell mutatni. Vagy legalábbis be kell mutatni, hogy készülnek ilyen koncepciók. Jó. Ide valaki még? Ennek a két kukáról lehet tudni, hogy mekkora törlesztő részletet, amit majd el kell kezdeni fizetni? Az egyiket? A rendben, a módosításban benne, akkor a több éves kutatással után láthatóan évekkel mondva benne van. Ez van. Nem. Jó. Azt azért kérdezem, hogy ehhez van akkor még valakinek? Kérdezem, hogy a 2020-as koncepció... Ebben vannak az adók. Igen. Még felvételek, az adómódosítás. Ja, igen, igen, arról kell beszélni. Hát az adókról amúgy is kell külön beszélnünk szerintem, vagy beszéljünk most itt párhuzamosan? Hát ez ennek a része. A koncepcióban. Oké. A bevételi oldalon. Hát akkor harmadik oldalon. Oké. Akkor beszélhetünk most az összevonatunk két pontot ilyen szempontból. Csak az egyikről kellene, hogy egy ügynékről kellene. Jó, akkor rendben, akkor ugye vannak a tervezett helyi adók. Én értem azt, hogy megszokott az önkormányzat, meg régen nem volt adóemelés, de ez egy nagyon, ez majdnem 50%-os adóemelés. Nem emeltünk semmit, ez egy javaslat. Ha majdnem 50%-os adóemelés javaslat pontosítok, és ami engem ebben egy kicsit zavar, hogy ennek semmilyen előszele nem volt, és visszautalok egy kicsit a választási kampányra is, ott nem hangzott el, hogy az önkormányzat tervezné a következő évben az adók emelését, és szerintem nem igazán célszerű most így adót emelni. Tehát ez az indok, hogy nem volt, azért most hirtelen emelünk majdnem 50%-ot. 2011-ben volt utoljára adóemelés. De egyik legmagasabb adó lesz a környéken nálunk. Melyik? A kommunális. Most az idegenforgalmi adó azzal nincs dolgozni már, nekem legalábbis. Az még akár lehetne több. Nem kell feltétlenül emelni, csak végig kell azt gondolni, hogy mondjuk a posta költség, vagy az irodaszer nyomtatvány. Tehát ugyanazt a bevételt produkáljuk, de a posta költség az például több mint a kétszeresen most már. Tehát egy levélnek a kiküldése. Ezt kellene... Igen. Meg, bocsánat.
Nekem kérdésem van, hogy az önkormányzat ilyen esetben nem számolhat fel valami díjat erre? Tehát, hogy mit tudom én, sokszoros felszólítás, eljárás, stb. Nem. 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 Rám nézte, megszólítottál azzal a kérdéssel, tehát ugye legyünk egy kicsit politikusok ilyetkor, hogy ki szokott ilyet mondani választás előtt, hogy gondolkodik ezen. Habár akik itt ülnek, tudják nagyon jó, hogy tavaly ilyenkor, nem tavaly volt, hogy januárban mondtam, hogy itt adóemelést kellene tenni. Ezt akkor itt ülő testületi ülő tagok azt mondták, ha öngyilkosságot el lehet követni ezzel. Tehát ez teljesen mindegy, hogy mit mond az ember. Tehát előbb-utóbb ez egy szükséges muszáj lesz, két dolog miatt, amit elmondott a Zsuzsi, hogy gyakorlatilag csak beszélünk az irodaszerű postaköltségekről. A közüzemi díjak, aki vállalkozó, aki a szolgáltató, vagy bármilyen dolgozik, tudja, hogy itt nincs rezsicsökkentés. Tehát itt nem érvényes a rezsicsökkentés a közületeknél, meg egyebeknél. Tehát itt megint van egyfajta árnövekvés. Ez az egyik. A karbantartások, a kivitelezések, most nem az új építések, hanem az egyéb karbantartási költségeknek a díja is mindenhol nő. Tehát ebből adódóan, és az üzemeltetések is, a költség is. Tehát én azt mondom, hogy ez egy javaslat szintjén elhangzott dolog, ezzel lehet élni, és lehet elutasítani. Én csak azért javaslom a testületnek átgondolni, mert azt is meg lehet tenni, hogy azt mondjuk, hogy minden évben ellenáll a testület x százalékot ezen az egész adón. A régi tapasztalat volt, hogy amikor egy kisebb mértékű 10-20 százalék sem volt még, az adó ilyen 10 és 20 százalék között volt, annyi lehetett, hogy pontosan tudod, a postaköltség több volt, mint az adóemelés mértéke. Tehát gyakorlatilag emeltünk egyet, és pont elvitt minden. Mert az emberek nem értették, le kellett levelezni, ahogy mondták is, hogy rendeltek tértélővény oda-vissza. Tehát ez a javaslat, tudom, hogy ezt a valaki most megnézi, a 17 ezer forinthoz képest a 25, az valamilyen módon több. De ezt elosztja az ember, akkor azt mondom, hogy egy évben ez körülbelül havonta egy olyan 2000 forint körüli településhez való üzemeltetés, amiben orvosi ügyelet, közvilágítás, kicsit javítgatjuk az utakat, mert ez sajnos csak ennyi fér bele, orvos, védőnői, még egy csomó olyan kötelező feladat, amit finanszírozni kell. Nem utolsóban elmondtuk, hogy működőképes tud lenni így is az önkormányzat, de be fogja szűkíteni azokat a lehetőségeket, hogyha bármiféle helyzet van, akkor azt a pár millió forintot, ami kell esetleg egy pályázati önrészhez is tart, azért mondtam, hogy tartsuk a végoszokását most a Pest megye, hogy ezt a 95%-os intenzitású pályázatokat tartja, akkor nem fogunk egyszerűen hirtelen csak úgy hozzájönni. Ez egy javaslat, ez egy kellemetlen történet, föl lehet, tehát ezzel megtámadhatják az önkormányzatot, a polgármestert, vagy azokat a testületi dolgokat, akik azt mondják, hogy ez nem jó dolog, de mit kapnak az emberek a pénzükért. Tehát az adó az nem egy szolgáltatási pénz, az egy település üzemeltetéshez szükséges bevétel. Ennek a mértékéről természetesen tárgyalni, mi azt számoltuk, hogy ezkor az összeget érdemes azért, hogy valami ott maradjon, és a Településfejlesztési Bizottság, a Kulturális, meg a Szociális Bizottság tudjon, hogyha kell valamiből még pluszban gazdálkodni. Pont egy fort nincs rá. Egy 11 lesz meg ilyen, a javasolt adóövekedéssel. Annyit hagyd mondjak, hogy a is adó, amit fizetnek a lakók, azért azt is hozzá kell tenni, hogy mind a kormány, mint mindenki, mint a már kötelezően előírt a minimálbéremelést és a garantált minimumot. Tehát az utóbbi években, ha mondta, a legkisebbet kereső embereknek is havi 14-15 ezer forinttal emelkedett a jövedelme, ami a következő évben is annyi lesz. Az, hogy most a vállalkozások ezt hogy játsszák ki, meg hogy nem adják oda a dolgozóknak, az itt most az nem kérdés. De ennyivel, tehát a következő évben is 14.500 forinttal emelkedik a bérminimum és a garantált bérminimum. Tehát én azt gondolom, hogy ez a havi 2000 forint, amit ebből a lakónak ide kéne tenni a településéhez, én azt gondolom, hogy ez nem egy akkora összeg, illetve az, hogy a pénzügyi bizottságnak szerintem az önkormányzatnak az érdekei, a lakók érdekei kellene, és nem az, hogy azt az adót emeljük, amit speciál nekünk nem kell befizetni. Tehát, hogy a
mi az turisztikai hozzájárulást azt emelhetjük, mert minket az egy speciál nem érdekel. A kommunális adó az meg érdekel, az meg legyen kevesebb. Jó, csak szólok. Jó, hát ez meg... Olivier? Bocsánat, én kezdem úgy érezni, hogy gyöntjünk és szétfolyni, mert szeretném kicsit koncentráltabban vinni a dolgokat. Szerintem a fő mondani való és a fő kérdés Miklósnál nagyjából az volt, és például ezt döntsük először, hogy maga az emelés oké, hogy az emelésnek magát a tetőtetődést vessük el, tekintve, hogyha az emelés ötlet el van vetve, akkor mérték aztán olyan mindegy, vagy pedig az emelés, hogyha rendben van, akkor pedig szerintem érdemes a számokról beszélni, hogy ki mennyit gondol igazából a jónak, megfelelőnek, elégségesnek, elegendőnek, vagy bármi hasonló. Én ebben a két kérdés mentén folytatnám ezt a vitát, hogy talált ezt kérdő tőletek, de természetesen nem akkor beszéltünk valamit. Jó, és Gábor is szeretett volna majd igen, mondani. Most válaszoljunk arra, hogy én értem azt, hogy kell adóemelés. Értem azt, hogy ez csak havi 2000 forint, de nyilván ezt úgy kell kezelni, hogy nem csak 2000 forinttal növekszik meg az itt lakónak a havi költsége, hanem additív módon sok minden mással. Úgyhogy ez több mint 2000 forint egyébként. Nem a havi emelkedik, 400 forinttal emelkedik meg. Most már 1400 forint havi, hogyha levontod a mostani egy hónapra, az 1400 forint ez emelkedik fel 2000 forintra, tehát 600 forinttal emelkedik mindenkinek a terve. Ez alapján, amit vagyunk. Nem akarok most mondani. Nem egyszerre mondjuk, hanem egy évvel, két év alatt, de valamit kell csinálni. Nem csúszolok volna. Az az okozhat felzördülést, hogyha egy ilyen mértékű emelést bevezetünk, hogy nem látják azt, hogy ez effektíve rájuk van költve. Tehát, hogy már bocsánat, sulány négy tájékhár, nincs közvilágítás, és az utak is olyanok, amilyenek. Tehát akik ott laknak abban a régióban, ők azt fogják mondani, hogy eddig is sok volt, most még felemelitek, és semmilyen fejlesztést nem fogok látni. Tehát, hogy lehet olyan koncepcióban, mert én magam részéről azzal, hogy felemeljük az adót, azzal egyetértek, de valamilyen olyan formájú különbözőséget lehet ebben tenni? Tehát, hogy mit tudom én, akinek van közvilágítása, meg csatornája, meg útja és akármi, ő ilyen mértékűt fizet, és akinek nem ilyet nem lehet csinálni, én ezt kérdezem. Hanem többet ér az ingatlanja, ott kezdődik. Tehát ez nem úgy van, tehát az adó az... Értem én, csak joggal fogja azt mondani, hogy miért fizessek még többet, amikor nincs közvilágításom, és nem fogom igénybe venni az önkormányzat által ilyen formán nyújtott szolgáltatásokat. Jó, de amikor egy üzemanyagot fizetjük az úthozzájárulást, nem minden ugyanannyit fizet mindenki, amikor ezzel azt akartam kérdezni egyébként, hogy van-e mód arra, hogy valamilyen alternatívákat kidolgozzunk, és akkor kezdjünk el ezzel az egész témával foglalkozni. Tehát lehet is nem lehet ilyen módon felosztani. Tehát az, hogy van surány 4, 1-2-3, tehát az a probléma ezzel, hogy ez egy nem szép mondat, mert ugye ezt tudom, hogy ez lesz a reakció. De annak idején surány 4 körülbelül 2003-4 környékén, az gyakorlatilag csak egy zárt kerti rész volt, pár házzal. Azután, hogy az emberek hirtelen arra gondoltak, hogy ott most be lehet költözködni, mert jóval olcsóbban 1-2 millió forintok jelentett elkezdtek venni. Fölépítette mindenki oda, most mindenki szeretné, hogy ott valamifajta koncentrált történet legyen, annak ellenére, hogy ez még mindig zárt kerti, vagy külterületi része a településnek. Melyik újonra fog beleharapni a testület, vagy a bizottság, mikor közben surány Nácis utca, Göcszigetű, a még sűrűbben lakott részletnek a fejlesztését, tovább építését, szolgáltatását kéne valamilyen módon biztosítani. Nem fogja tudni megtenni az ember. Tehát én valamikor még a Krisztán emlékszem, szedtük a... Mi volt ez a teszteszem? És akkor találkoztunk először, megkérdezte, hogy 50 mikor lesz aszfaltos út. Én azt mondtam, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, és most is meg tudom erősíteni, ha nincsen olyan intenzív támogatás, 50 év múlva lesz a Gerinc utak kivételére. Tehát valamilyen módon el kell fogadni az embereknek, hogy valahol költöztek, valamilyen fajta helyzetbe kerültek,
annak a helyzetnek volt egy olcsó oldala, és annak lesz még egy ideig sajnos egy hátrányos oldala. Nem fogjuk tudni megoldani semmilyen, senki más, aki itt lesz az önkormányzatban, ha csak nem valami csodafegyvert nem adnak pénzügyileg a kezünkbe. Ez rendben van. Egyébként, ami ebből befolyik, ez a 11 millió, tehát nem tudunk ide valami célt mögé tenni. Tehát, hogy ami a településen, most mondok egy példát, hogy most lesz a nyírvasornak a járfasornak az aszfaltozása, és ugye utána ott a gát nézzen. Például egyébként fel lehetne azt nyugodtan tölteni legalább 10 centi bazolattal, hogy ne az a pól legyetek például a közérted, és az egyébként hát nagyon sok embernek érdeke. De nyilván van még egy csomó ilyen útszakasz, amikkel lehetne foglalkozni, csak úgy egyszer mögé tenni, hogy... Ez erről szól, amit most mondtál. A adóbevétel nem azért, hogy most akkor több pénzen lehessen, hát, hanem az... ha megvan, beérkezik, a település fejlesztési bizottság, azt mondtam, hogy bármelyik bizottság, amelyiknek szüksége van, akkor ezt fel lehet osztani, arányosítani. Kapjon a kulturális bizottság ebből 1 millió forintot még. Hát, de az előbb azt hangzott el, hogy a működési költségek emelkednek nagyon, és azért is okay, kell mélyen emelni. Így van. De akkor is kell. Tehát az utakra egy karmak kell tartani, és mélyen, amit ki lehet bőle szorítani. Ez már a bizottság is a testület dolga lesz ilyen módon. De én nekem, tehát azért mondom, tőlem elfogadhatjátok, hogy én azt mondjátok, hogy nem, akkor ebből kell megoldani. Csak akkor viszont azt a maradványt, ami lesz ott ez a pár millió forint, azzal pont semmit nem lehet majd tudni kezdeni ilyen módon. Ez egyfajta segítség azért, hogy tovább lehessen gondolkodni azokban a dolgokban, amit ti is megfogalmaztatok a kampány kapcsán. Nem tudok más mondani. Ez egy közös rómos, ha tetszik. A kommunálcsadó az egyik legmacerásabb. Ha megemeljük közel 50%-kal, mert mondjuk milyen számításokat végeztünk, vagy mire gondolunk, hogy az adófizetési morál mennyit fog romlani, ha még több lesz az adó, amit nem szeretnének befizetni. 7,5 milliót mondott, azt hiszem, aki még egy múlt héten beszéltem. 7,524 millió lenne a jövő évi, az idei kivetés alapján. Annyi plusz. Igen, azt tudom, hogy a beszámolóban is elhangzott, hogy a kommunális adóban van a legtöbb hátralék, azt fizetik legrosszabbul, ott van a legtöbb macera, nem összegszerűségében, hanem a ott van a legtöbb tartozó, de ha most ha megemeljük, akkor szerintem a fizetési morál még inkább. Tehát azok, akik nem fizetnek, azok az adóalanyok, akik elérhetetlenek, tehát akkor, vagy ezt beleterveztük a bevétel növekedésbe, azokat, akik eddig sem fizetnek. Mindig benne van, mindig vannak, akik nem fizetnek, és mindig vannak, akik körbehajtunk. Tehát ezek nagyjából kiegyenlítik egymást. Az éves kivetés összege, aminek be kellene folynia, az elmaradás, aki nem fizeti be, és amit az előző évek körbehajtanak. Na most azért itt... A két évvel ezelőtti adóbevételeket úgy néztük, ugye, tehát, hogy 17 új programmal dolgozik az önkormányzat, amit most már azért meglehetősen iramban, hogy a nagyvárosok is benne vannak, neki álltak fejleszteni. De látszik a 17-es adóbevételünkön, hogy előtte éveken keresztül volt 114-6 millió forint, abban az évben, hogy nem működött a program, nem tudták a kollégák ugye a felszólításukat kiküldeni, kapásból lement 94 millióra az a bevétel. Következő évben, hogy most már kezdett nekik összeállni, akkor 120 valamennyi jött. Tehát behozták az előző évnek a lemaradását. Bocsánat, csak látom, hogy a Gábor, ez a program, ezt mi nem mit értük, hogy nem, ezt kaptuk. Ez központilag hoztak egy döntést, már csak azért látom, hogy kérdően nézték. Ez központilag hoztak egy döntést, hogy a 3000 fő alatti településnek, ha tetszik, hanem ezzel kell dolgozni. Gyakorlatilag a kis települések
Amúgy is egy. De most már a városhoz is. Csak én az előzményt mondom el. Tehát, hogy gyakorlatilag ameddig tudták ezek a nagyobb települések húzták, ezt az összes gyerekbetegségével levő programot megkaptuk, tehát nem véletlenül, itt volt már a kolléganők már egyszer-kétszer, mondjam azt, hogy fölálltak és azt mondják, hogy beadják a felmondásokat, mert ezek képtelenség dolgozni. Tehát a könyv... Ezért volt a ma hangzott el, ma hangzott el az előadótól, hogy ott van az e-mail címe, mert olyan kívánc van pénzügyesekből, számításból olyan hiány van, hogy azt mondta, hogy bármilyen területre küldjük a helyzetet. Tényleg nem szeretném leakasztani a beszélgetést, de, és tökre tartozik minden, amiről beszélünk, de hát arra is azt mondom, hogy döntsük el először, hogy szeretnénk elmenni, vagy nem is a rányos legyenek a beszéljük utána, mert ha nem akarunk, akkor ez nem fontos. Jó, én még azt megkérdezném, hogy ugye változott a jogszabály, és nem az állandó lakos, hanem az életvitelszerűen itt tart. Azt hogy fogjuk tudni ellenőrizni, vagy mi erre az ötletünk? Mit csinálunk ezzel? Bevallás alapon. Mert ugye eddig azt mondtuk, hogy aki állandó, az valószínű illat. Mit csinálunk azzal, aki be van ide jelentve állandóra, és azt mondja, hogy én nem tartózkodom a kérdésszerűen. Az a mondjuk jó jár, de... És mit csinálunk akkor? Erre van valami ötletünk egyébként? Az adó ellen, ugye lehet ellenőrizni az önbevallást is. Nagyon szigorú szabályai vannak egy adó ellenőrzésnek. Meg lehet tenni, persze, ahhoz nyilván apparátus is kell megítélni, mert hogy ez csak helyszínen lehet ellenőrizni. Persze, pont ezért mondom, hogy... De a közösségi számlák alapján szerintem az... Na jó, de hát az egykora testet, hogy kiérje, tehát hogy ez valami nagyon az erre, mert... Az, akkor itt ugye az ingatlan, de bocsánat. Én még csak egy dolgot, hogy ugye az a kommunális adó maximálisan 30 ezeret élnek, ugye, tehát hogy most valami ennyi a maximálban, tehát ott is egy a plafont lassan elérjük. Tehát igazából most 5 évig itt együtt leszünk, tehát igazából érdemes arra gondolkodni, azon elmélkedni, hogy mivel tudnánk azért bevételt teremteni. És legalább ilyen nagyságrendűt, mint ez a 11 millió. Tehát ez a legegyszerűbb, hogy akkor adót emelünk, de ezt nem tudunk már emelni, mondjuk 4 év múlva vagy 5 év múlva. 30 ezer lesz, tehát az nem lesz túl sok. Tehát, hogy, és nyilván az önkormányzatnak a költsége az évről évre nő. Tehát... Gyakorlatilag ugye folyamatosan emelik az adó, tehát az országos adó beállítottságának a mértékét az folyamatosan emelik. Tehát, ha belenézhetően, hogy megnézzétek, akkor mindenki látja, hogy telekadóban, ingatlanadóban, minden egyéb, bocsánat, lenne lehetőség, hogy gyakorlatilag a plafont rúgdossuk, de pont ez miatt úgy gondoltuk, hogy nem érdemes ebbe az irányba elmenni. Amit te mondtál, Gábor, egyetértek vele. Tehát ezek a lépéseket próbáljuk megtenni. Tehát az első lépés, hogy azt mondom, hogy van 10-valány millió forint bevételünk már az ingatlanok kiadásával, az inkubátorház, a tó és környezete. Tehát ez már eleve az is 12 millió forint, tehát akkor már nem kellett. Bízunk benne, hogy a fővárosi vízművek megtartja ezt a jó szokását, illetve a fővárosi közgyűlés elfogadja, és kapjuk ezeket a pénzeket. Közös gondolkodásban tovább lehet ebbe lépni, de az attól függetlenül azt gondolom, hogy erre, ez mondom az én véleményem, én azt gondolom, hogy ha nem is ekkora a nagyság, mondjuk az Olivia mondta, de szakaszokban el kellene kezdeni, hogy mit tudom én, minden évben x ezer forinta emelkedjen, mert ez szükséges dolog lesz. Egy fontos dolog, és bocsánat, tehát 2002-ben éppen, hogy csak voltunk ezer, ugye? 2002-ben? Éppen ezer. Most 2700 ember. 2700 ember, ugyanaz az ingatlan szám, csak megváltoztak a kommunális adó, meg egyéb dolog. Tehát ez, hogyha az ingatlanból veszed, az egy kicsit több volt, tehát itt a kommunális adóval keresett. Bármennyi is a normatívának nőtt a, ugye valamilyen módon a száma, de attól függetlenül, ha pont ez, amit a Zsuzsi mondott, a be nem jelentett, vagy reménytelenséggel arra a pénzre jelentett alkalmazottaknak a dolga miatt, ugye az adó erőssége, tehát a személyével adódnak a kiutalása is, ez alapján történik. Tehát ez egy nagyon összetett probléma.
Nekünk az lenne jó, hogy mi hagyom itt kis Rosszival, négy nélkül, ahol ezért kapnak. Milyen jó lenne. Ha van ilyen gondom, hogy a környéken a miénk a legmagasabb konkurensan, akkor meg kell nézni a környéknek a működési költségvetésének a főszegét is. Oké. De, és abba bele lehet mélyedni, hogy miből van neki bevétele. Hát nekünk is kell bevétel generálni. Várjuk az ötleget, hogy várom, hogy csak ugye egy évenetnek használtam, hogy most 2700 használja az utakat és mindent, és ennek a 2700 embernek hozzájárul. Nem hirtelen. Nem hirtelen alakul ki, tehát ez így a 2002 óta, ezt így lehetett látni, ez nem egy mai probléma, nem a tavalyi év során szembesült vele az önkormányzat, hogy hopp, hirtelen ennyien vettünk. Éves 100 fő, évi 100 fő vennünk arra. Hát és akkor ezt ki lehetett számolni, mondjuk, hogy akkor 10 év múlva várhatóan ennyien leszünk. Jó. Most csak ennyi, csak annyi megjegyzés, hogy korábban is úgy voltunk vele, hogy akkumulálgetések az olyan, hogy az ember támban cseszik. Mert már megint emelték az adót, És a hozadéka viszont nem egy akkora ugrást jelent a településnek, hogy érdemes legyen megtanulni. Itt viszont kap egy, az ember elnézést, de szerintem egy nagy pofont kapni mindenkinek jobban esik, mert utána megrázza magát, akkumulál és kiheveli, és utána megint 5 évig békesség van. És valamiből gazdálkodni, mert egyszerre jelenik meg a költségvetésben egy plusz bevétel. És tudom meg, akkor konkrét célt is tenni, vagy körülbelül konkrétat, vagy több lehetőséget, amit el lehetne érni. De mondtam, nincs mögötte konkrét. Hát, amíg nincsen megfogalmazom, hogy milyen célt fogalmazom meg. Illetve nem utolsóban nektek kell megfogalmazni ilyen módon, maximum én jelentkezek, hogy van egy javaslatom. Jó, egyébként a befolyó összeget ezt el lehet ilyen szempontból különíteni? Mert van a kötelező feladat, amit... Tehát, hogy nem működési betenni, mert nyilván az adóemelés, most arról beszélünk, hogy ez fejlesztésekre kéne... A testület hozhat róla, vagy a bizottság hozhat egy döntést, hogy egy ilyen összegről... Zsuzsi, hogy milyen cél, milyen... Miről beszélünk, amikor nincs az önkormányzatnak felhalmozási bevétele, csak működési bevétele van. Csak működés, minden működés, csak működési bevételből fedezzük az összes fejlesztésnek az ön részét. És akkor mit különítünk el? Ezért mondom. Ha lehet, hát mondhatjuk, milyen mondhatnánk, csak hogy nem értem. Tehát nincs működési bevételünk. Ezért mondom, hogy kérem. Még valaki? Hát nekem annyi észrevételem van, ha már megemeljük, akkor miért pont kor alapján adunk kedvezményt? Tehát, hogy lehet egy 65 évesnek 400.000 forintos nyugdíj, aki egyedül él. Tehát, hogy ezt szociális alapon kellene valószínűleg ezeket a kedvezményeket adni, és nem az alapján, hogy valaki egyedül él és 65 éves. Jöjjön? A 65 éves az a nyugdíjkorhatár, és az pedig ki lett hangsúlyozva benne, hogy egyedül él. Hát jó, de lehet egyedülálló, akinek 400 forint. Nem, 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 mondom, egyedül él. Hát jó, de attól még lehet 5 autója, 4 traktorja, és 65 éves is egyedül él. Tehát, hogy ez nem egy, lehet, hogy ez a nagy átlag, ugye, hogy alapvetően ugye a kis nyugdíjasok ezt a kategóriát jelentik, de nem biztos, hogy mindenkire igaz ez. Tehát, hogy azért, mert én egyedül élek, és 65 év felett vagyok, az nem biztos, hogy szociálisan rászorulok arra, hogy kapjak 30% kedvezményt az adóból. Nem, ez nem is szociális. Tehát ez a nyugdíjakra. Azért nem hiszem, hogy olyan sokan szolgálnak itt 400.000 forintos nyugdíjjal. Azok a nyugdíjasok, akikről te beszélsz, azok szerintem nem sok ember. Jó, de én nem gondolom azt, hogy azért, mert valaki 65 éves, elmúlt, egyedül élt, akkor az automatikusan 30% adókedvezményt kap, miután egyébként azért emeljük meg a bevétel, vagy az adót, mert hogy keres alacsonyak a bevételeink. Tehát, hogy akkor ne adjunk már, bocsánat, ilyen alapon kedvezményeket. Bocsánat, hogy át kellene gondolni ezt a koncepciót, és újra kellene erről beszélni legközelebb. Akkor nincs az emelés, vagy november 30. Van lehetőség, tehát már decemberben nem lehet. Akkor jövőre. Hát csak erről mondjuk november 28-án értesülünk, hogy ezt nem lehet át módosítani, ami nem biztosan. Működési törvénybe, adó törvénybe is milyen jelent.
Köszönöm, én nem dolgoztam ennyit önkormányzat, adótörvényekkel, legalábbis önkormányzatot érintővel nem foglalkoztam. Más típusokkal igen. Azt hiszem, hogy beleírtuk az előterjesztésbe, hogy a stabilitási törvény szerint van. Ha a fizetési kötelezettséget állapítom az önkormányzat, és akkor 30 napnak kell kezdeni. Tehát, hogyha január 1-től, és ugye egy év, akkor túl érdemes adót emelni, akkor legkésőbb november 30-án ilyenek meg kell történni. Jó. Akkor nézzük. Marad a szavazás, úgy érzem. Mert hogy felteszem akkor a kérdést, hogy ki támogatja a... Először a koncepció, igaz, okosan. És most egyben szavazott valami, hogy ez a, bocsánat. Az adóval kapcsolatban, az ötös napirendi ponton egyben szavazunk, hogy ez a javaslat így, ahogy van, oké, nem oké, vagy pedig, hogy nem tudom, valamit elmondunk talán, hogy emeljünk egyáltalán, és beszéljük az arányokról, vagy ne is emeljünk egyáltalán. Egyben tudunk, mert nem tudunk más. Ha a határozat szerint valóban nem, de itt egymás közt, mert attól függ, hogy tudunk elérni, de szintén. Egy fontos dolog, tehát amit kimegy önök, javaslatként, az nem külön van egy körülésekkel. Ezt most már tapasztalhatjuk, hogy akkor megvan a konstruktivitás, itt is ugyanúgy megvan. Tehát mi utána számoltunk annak, hogy mi lenne az, aminek van értelme, ütetésben, ami meg is marad, és valamit lehet vele kezdeni. Bocsánat, csak ennyi, tehát azért csak csatlakozok, amit a kérdőjel mondok. Nem tudsz megítenni, Én azt értem, hogy úgy nem tudom megérteni. Hát én gentleman-elő, mert ki van lehet. De hát azért az ember itt tőlem. Jó, van-e olyan javaslat, ha bárkinek, hogy... Azt nem lehet, hogyha megszavazzák most az adóemelést, és bekölik mondjuk ezált a leírás szerint 11 millió plusz, akkor jövőre mondjuk arra a sorra többet rátenni előirányzatként, mondjuk a útjavítás. Tehát akkor csinálod a koncepciót, akkor mondjuk az, hogy az útjavításra tavaly volt, hogy az idejében volt 8 millió forint, de most mivel 11-en emelik, akkor is annak mondjuk a 60%-át rájúta, akkor most nem 8 lesz jövő évben, hanem 13 lesz. Ezt kell kommunikálni, csak olyat ne ígérjünk. Hogy akkor több kerül, mivel ennyivel emelték az adót, ezért több kerül az útra, útfelújításra 5 vagy 6 millió forintra, most mondtam. Tehát ilyet lehet, Gábor, Az is csak egy javaslat, mert a testület fog szavazni róla. Azért a testület dönt róla, ne felejtsük el. Jó, akkor kérdezem, hogy a 2020-as év költségvetési koncepcióját a bizottság elfogadja-e? Igen, egyfőtváron. Hogy van? Hat igen és nem, és egy nem. És akkor kérdezem, hogy a helyi adókról szóló rendeletet a bizottság elfogadja-e, kiszavaz igennel. Igen, hogy van, tudjuk, de van. Igen, hogy van. Senki nem szavazott igennel, úgy láttam. Kiszavaz nemmel. Kitartózkodik. És mindenki tartózkodik. Szuper. És továbbra is teljesen nyíltan és egyértelműen megmondom részemről, ez egyfajta politikai állásfoglalás, azért, amit az elején mondtam, hogy
nagyon nem, tehát hogy az úgy nem járja, hogy egy választási kampányval... De már az elmúlt. Én tudom, hogy elmúlt, nem hangzott, folyamatosan. Nem. Tehát én akkor sem gondolom, hogy ennek így kell működnie, hogy egész évben azt mondjuk, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, várjuk a választásokat, és az első adandó alkalommal adott emelünk, még akkor is, hogyha valóban szüksége van bevételre az önkormányzatnak, és akkor erről tudunk sokat beszélni, hogy mennyi mindent lehet esetleg máshogy csinálni, megpróbáljuk, rajta leszünk, nem ellene szavaztunk, de hát a mások is tartózkodtak, és nem mellette szavaztak, én láttam, nem csak én. És most, hogy így teljesen össze vagyok zavarva napirendi pontokkal, megnézem, hogy tárgyal ki végeztünk-e, vagy van-e még valami. Ugye? Mondtam, hogy ettől az így. Akkor... Tessék? Gyorsan a akkor készen vagyunk, de akkor belekezdtem a befejezetet, hogy...